köszöntelek itt Szegléden. Milyen a város? Így, hogy bejöttél a városra. Milyennek érzed? Kérdezted tőle, hogy mekkora, de mégis így az első látásra milyen? Megmondom őszintén, hogy én már egyszer voltam itt, van itt valahol egy termálfürdő, iszonyatosan jó a termálfürdője, meg egy pár napot már eltöltöttem, egy hosszú hétvégét, akkor egy ilyen Kengu fitness órán vettem részt, és akkor eljöttem. De most, hogy jöttem, én azért szeretek inkább nappali programokra eljárni, mint inkább fesztiválok, vagy ilyen-olyan nappali dolgok, mint most ez is a táncoktatás. Mert amikor éjszakában nagyon sokat megyünk klubokba fellépni, diszkókba, és nem látjuk a helyszínt soha, ahova megyünk. És megmondom őszintén, hogy nem láttam, meg nem láttunk most se sokat, ahogy bejöttünk, de nagyon tetszik, nagyon szeretem, és egyik kedvencem közé fog tartozni, mert olyan kis nyugodt, csendes, mégis nagyon szerethető a környék szerintem. Táncolni fogsz, de mit is, hogyan is, miért is? Valójában felkértek itt Szegléden, hogy menjek egy kicsit oktatni gyerekeket, diákokat, nagyobb lányokat, srácokat, kisebbeket, és én szoktam ilyet vállalni, ugye mivel hogy táncoktatással is foglalkozok, meg ugye én táncolok már régóta, van úgy, hogy ilyen-olyan helyekre elhívnak itt tánciskolákba, és most is ez történt, és elhívtak. És most elmegyek, lenyomok egy 3 órát, utána megmegyünk a Pálinka Fesztiválra. A stílus mindig változó, a zene adja meg. Lehet, a táncot egyébként sok mindenre lehet rárakni, sok minden fajta zenei stílusra. Rá lehet gyorsabb tempójúra, magasabb BPM számmal, kevesebb BPM számmal, ezt lehet hip-hop koreográfiát is, de ezeket én úgy szoktam beazonosítani, hogy inkább videoklip koreográfiák. Mert amiből videoklip készül, abból általában koreográfia is szokott, ami azt jelenti, hogy nem csak tényleg egy hip-hop szám, nem csak egy R&B, nem csak egy techno, hanem bármilyen szám, még rockzene, sőt, keringőt is oktattam már, meg Michael Jackson táncokat, rengeteg ilyen dologban, meg ugye amikor szalagavató táncok vannak, amiket be kell tanítanom, így amikor érettségiznek az emberek, akkor az meg teljesen más zenei stílus, és oda nekem is fel kell készülni mondjuk egy Chuck Berryből, úgyhogy tényleg nagy a paletta, meg változatos. Egy nagyon sztoris videóklip lett, a Krisztiánnal csináltam, nem biztos, hogy sokan ismerik még a Krisztiánt, ő egy megasztáros srác volt még régebben a street-tel. Nagyon jó zeneszerkesztő, nagyon jó zenéket csinál, és most vele készítettem el ezt a számot, közre is működik a refréneket, ő énekli benne. Ez egy olyan videóklip lett, mármint ami le lett forgatva, valójában a sztori lényege az, hogy érezd jól magad, nyár van, gyere ki a szabadstrandra, ne legyél otthon, hanem ne a gép előtt üljél, ne Facebookozzál, ne internetezz, hanem gyere ki és beszélgess, és bandázzál, és bulizzál, érezd jól magad. Úgyhogy valójában ez a klip összefoglalja a nyarat magába, de lesznek benne meglepetések, úgyhogy remélem, hogy mindenki majd kiszúrja a meglepetéseket, amiket belecsempésztünk. És remélem, hogy ugyanolyan nagy vagy sikerrel fog bírni, mint a többi. Egyébként a Játsz velem videoklip, ami most ugye egyelőre a legfrissebb videoklip, már hál' Isten hetek óta vezető sláger az egyik zenei csatornán. Érdekes, hogy a rádiók még mindig nem akarják harapni ezt a fajta stílusú zenét, de remélem, hogy ezzel az új számmal meg tudjuk őket is fogni, és akkor még közismertebb lehet a dal. Ebben benne van a dubstep, a rock, a pop, a tényleg ilyen minden, egy egyveleg, de mégis húz a zene, nagyot húz. Ez egy lightosabb zene, nem olyan, amit megszokhattak tőlem, de én mondjuk ilyen vagyok, nem iszok csak vizet, hanem iszok néha kólát is, iszok fantát is, úgyhogy mindent ki kell próbálni. Úgyhogy remélem ebbe is belenyúlunk, és jó lesz. Való világban tűntél fel, hogy igazán. Köte még valami az RTL klubhoz? A szerződés. Valójában az RTL klubban tök jó a kapcsolat. Semmi. Én nem tudom, megmondom őszintén, azt sem tudom, mit írtam alá, de mivel, hogy műsorvezető is voltam ugye a Belevaló műsorba, meg sok olyan dolgot csináltam, ami által nekem úgymond kötődésem van. Szóval, hogy nekik kell először mindig megfelelnem. De én nem is, szóval, hogy én nem is csinálok ebből problémát, tök aranyosak és kedvesek, tényleg, hogyha valami van, egy új sztori, akkor, de én nem is szoktam, én nem csinálok kamu híreket magamról, hogy Bécinek eltört a mája, vagy leesett az ujja, vagy a körme, vagy a haja kicsit hosszabb, vagy rövidebb. Én soha nem csináltam ilyet.
ezen túl se fogok. Hogyha vannak jó hírek és akarnak jönni, jönnek, bár számomra mindig a jó hír az nekik nem jó hír, de egyébként minden jó velük, és várom a további kapcsolatot, hogyha esetleg számítanak rám bármilyen nemű műsor keretén belül, mint mondjuk műsorvezető, mint háttérmunkák, vagy bármi, akkor én nagyon szívesen elvállalom. Nagyjából ennyi. A zene meg teljesen másszól, hogy én attól függetlenül miért ne közre működtetnék bárkivel. Szóval, hogy az tök lényegtelen szerintem, aztán lehet, hogy a szerződés szerint nem, de hogy TV2-s, vagy esetleg Viaszatos, vagy Snoop Dogg-os, vagy David Guettás. Szóval, hogy nincs értelme, mert ez egy zene. Én nem csatornákon vívódok, mint ahogy Alekosz tette, vagy akárki, akik elmentek, vagy visszajöttek, hanem ez az én saját harcom a zenével, úgyhogy ez teljesen más. A zene, a TV szempontjából megfelelek mindig is ennek, az RTL-nek, mert sokat kaptam tőlük, és nagyon sokat köszönhetek, de amúgy meg a zenében olyan nyitott vagyok bárki fele, amilyen nyitott a nagykönyv. Na, hogyha már Holóvilágnál vagyunk, hogyha valaki szeretne jelentkezni, szerintem most is lesz valószínűleg az év végén majd egy újabb széria. Mit ajánlasz nekik? Mire kell felkészülniük? Én a zenét képviseltem, én tudtam, hogy mire számítatok ebből az egészből. Tudtam, hogyha bekerülök, akkor mi lesz. Én a saját célomat erőltettem. Én nekem nem volt az, hogy megjátszom azt, hogy ha ennyi, a legtutibb recept, hogyha elmész és mondjuk kiválasztanak, és te földhöz akarod csapni magadat, mint egy Éva, vagy le akarod köpni, aki kérdez, vagy bármi, akkor tedd azt, akkor csináld azt, az ami te vagy. Szóval, hogy ne jázd meg magad, mert ha úgy készül, figyelj, akkor mondd azt, meg énekelj az hát, ha bejön, az már rég rossz. Szóval, hogy nem szabad készülni, semmi értelme. De egyébként te előrelátó vagy, mert én még nem tudok erről, hogy lesz, bár Isten adja, hogy így lesz. Itt vagyunk a Rölvé Tánciskolában, és Béci is itt van. Hogy jött ez a kettő össze egy együtt? Igazából egész évben azzal nyaggattak a tanítványaim, hogy szeretnének idén is valami híres embert lehívni. Eddig már többen tették tiszteletüket a tánciskolánkban. Volt itt Kuruc Sanyi a Bad Boys-ból, Amrun Nebil, aki szintén egy nagyon-nagyon tehetséges táncos, illetve hát nyilván próbáltunk már így idegeneket is hívni táncolni, mert azt gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon fontos, hogy minél több stílust, minél több embertől tanuljanak. És hát elkezdődött a nyaggatás, hogy akkor Való Világ Bélát hívjuk le, Bécit, és hát elkezdtük felvenni vele a kapcsolatot, de nyilván azért az első fél év nagyon sűrű volt, akkor volt neki egy sérülése, egy kéztörése. És igazából a közvetlen kontaktot úgy kaptuk meg, hogy az egyik tanítványunk jár az ő táborába, ami nyaranta, meg azt hiszem így télen szokott egy-egy lenni, és ott egy jó barátságot alakított ki, és egy ilyen közönség találkozó alkalmával végül személyesen is találkoztunk, és megbeszéltük ezt az időpontot, letutiztuk, és aztán így végre összejött ez a felkérés. És milyen érzés volt a tanítványodnak az arcán, mit láttál, amikor megtudták, hogy jön ide Méci hozzájuk? Hát nyilván fiatal lányokról van szó, fiatal kislányokról van szó, nagyon-nagyon lelkesek, nagyon aranyosak, nagyon-nagyon várták, az ő életükben ez nagyon sokat jelent. Gondolkoztam azon, hogy az én gyerekkoromban kinek örültem volna, tehát nyilván abban az időben még nem volt a médiának ekkora közvetítő szerepe, hogy esetleg egy-egy színész, vagy egy-egy énekes volt jobban ünnepelve, de így gyerekkorban nem emlékszem senkire, én kinek örültem volna. Ők nagyon-nagyon boldogok voltak, és szerintem egy életre szóló élmény ez nekik. Igazából a Bici azért nagyon jó celeb, mert hogy ő ért is valamihez. Tehát ő valóban táncosként kezdte pályafutását, utána jött neki a televíziós szereplés, és így gondoltuk, hogy akkor két csoportot majd, két csoportnak tanít koreográfiát. 10-től fél 12-ig a kisebbek vannak, tehát másfél órát, és fél 12-től egyik pedig a nagyobbak haladó táncosok jönnek Bici órájára. Milyen stílust vársz tőle? Mit fog oktatni szerinted? Hát amit ő tanít, ez a street funk, ez a hip-hopos alap, nyilván a mai trendi stílusokat oktatja ő, de nagyon kíváncsi, várom a kombinációit.